Before a race begins, anything is possible. It's like the world holds its breath. Why are you hesitating? Cali Bear is the E2 champion! Everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. Something has gone very wrong here. Every season, you want to step up. There's always something to improve. Something's not right. Okay, box. Are you joking? That's it, go. This has to be a red flag. That was devastating. What a great result. I want to be the best I can be. And I want to win. And it slides out, and away we go! Do you know how I look losing easy points like this? Come on, you can do this. Not everyone survives in F1. You know that. Wheel to wheel, this is fabulous! The question is, who will be the last to break? Na hát, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk az F1 23-mal, és rendhagyó módon most egy videóban, mert a mai nap nem lennék, ugye tegnap lement a első reakciós és kipróbálás live, ma pedig videó formájában tudok nektek majd mutatni egy újabb epizódot, méghozzá elkezdjük gyerekek a My Team-es karriert, ugye nemrég lett vége, és szépen tudjuk is akkor folytatni a mi kis My Team-ünket, megcsináljuk egyébként, hogy jó legyen. Jó, gyakorlatilag ott fogom folytatni, ahol a 22-be abba hagytuk. Ugye, hát mondjuk úgy, hogy ilyen championship contenderi válunk, ugye elég jól mentünk a 22-be, úgyhogy meglátjuk majd, hogy fogunk majd menni. Megnézem, mi ez a custom. 23 races. Aha, oké. Oké, benne van mindegyik pálya. Azt néztem egyébként, hogy lehet-e rajta mókolni. Itt van benne Katar. Jó, és benne van természetesen Las Vegas is. Oké. Jó, úgyhogy az rendben van. Nézzük akkor asszisztok. Minden ugyanaz lesz gyerekek, mint a 22-be. Nem fogok semmit sem megváltoztatni rajta. Annyi lesz csak, hogy annó is mindig 85-ös AI volt. Most is tartom ezt. Megkezdjük 85-ösen. Nem tudom, mennyire lesz majd nehéz vagy könnyű. 85-ösen fogjuk majd tolni. Jó, full qualify, rendesen long session, oké. Perfect, az jó, az maradhat a weather új. Career settings-ben nézzük, mi van. Driver moves-t kikapcsoljuk, jó. Department event frequency increase, jó, legyen minden increase. Facility management, mindent akarok intézni. Resources, player, default, acclaim. Resource rate, cash rate az legyen sok. Cash az legyen. Jó, azt mondja fault frequency. Hát legyen standard, jó, és akkor fault types természetesen standard. Így lesz mechanical failure. Jó, legyen mechanical failure. Jó, előzőleg is volt, a szezon eleje kicsit úgy elúszott emiatt, de majd meglátjuk, jó, hogy mennyire lesz ez nekünk így jó. Rules, oké, regular, park fermé, immersive lesz, igen, safety car, illetve increased, oké. Az is immersive, formation lap természetesen legyen.
Viszont én azt meghagyom broadcaston, nekem az jó az a broadcast, nem akarok én körbe menni, nekem tetszik az, hogyha valami kis... Láttátok Abu Dhabiban milyen jól sikerült a broadcastos formation lap, 21-szer jó volt, 22-egyére az utolsó nagy díjon azt nem sikerült neki már produkálni, úgyhogy ja. Red flags, hogyha valami olyan van, akkor természetesen increased, úgyhogy legyen az is. Jó, mi van még itt? Simulation settings, flashbackek, unlimited legyen belőle, jó? Nem fogom használni egyébként. Jó, azt mondja, surface, igen, realistic, low, hard legyen, restart manuálisan, surface and carcass, ezt majd meglátjuk, hogy mennyire javították, de nekem ez gyanús. Pit lane, tire sim on, igen, car damage reduced, ez mi ez? The front wing will be the only area the car that can damage, tire will be damaged by wear only, gyerekek. All area in the car will be damaged, tire will damaged wear only, ez a standard, és a simulation, minden sérül az autónak, effect of damage upon handling and performance of the car will more pronounced. Tires can be damaged by wear and collision with barriers debris. Ez már nagyon kemény. Jó, meghagyom ezt a standardot, jó? Na meglátjuk, damage rate. Jó, ezt viszont reduced-re veszem, mert nem akarom, hogy rommá hújjon alólam az autó. Oké, igazából lehetne simulation-en, és akkor így reduce-on, hogy ne legyen annyira brutál, tehát hogy itt minden izére. Ja, majd megnézzük, jó, aztán majd látjuk. Collusion legyen, off, force lap only, ugye ezt be lehetne kapcsolni, bár itt most nem, mert expertet választottam ki magamnak, úgyhogy lenne egy ilyen opció, hogy az első körbe gyakorlatilag ne lehessen ütközni. A player to player-re, de hát mondjuk nem arról van szó. Jó, ez multiknál jó, amikor eszetlen barmokkal vagy összerakva. Controls-t megcsináltam, audio settings-be, gyerekek, mi ez a master volume, hát kiugrik a fejünk a helyünkből. Jó, én ezeket leveszem. Ötös, muzsikát is, other cars-t is, mindent. Voice chat nem lesz. Cinematic, TV speaker helyett igen, jó lesz nekünk a headphone. High time mode, öcskös, oké. Okay. Azt mondja, light in the kill, igen, play audio when game is in the black ground off, oké. Okay. Quality medium, David Croft, nekünk az teljesen jó lesz, oké, okay, push to talk az legyen, mutel default, igen. Watch it, nem tudom mi, az nem kell, formation parking sensor, az buz is, nekem nem kell, hogy sípoljon. Nem kell, majd én látom, hogy állok be. Kész. Oké, okay, rádió minden legyen, replay music az nem kell, music spotion. Jó, oké. Okay. Teme, session music. Practice qualification. I heard a music time you have selected. Jó, hogy akkor alacsony van, nem kell zene, jó. Oké, okay, gyorsan így átfutottam ezeket a dolgokat. Jó, confirm. Na, use my team icons. Mindenféleképpen. Ugye, ha már Championship edition-t vettem meg. Ó, gyerekek, lement a hang közben. 100-ra. Megcsináljuk akkor a drivert. Driver! Itt leszünk mi. Yes! Gyorsan átfussuk, milyen arcok vannak, jó? Mik változtak? Esetleg. Óriási nagy töltés van, avatar betöltés van. Azt a mindenit. Felső hármat nem nagyon akarja. Na megjött, oké. Okay. Nézzétek csak, azt a mindenit neki. Na itt aztán a bolygó összes rassza megtalálható. Férfi és női nemekben. Nincs ezzel egyébként semmi probléma. Ó, hát ezt szoktam én lenni, igen. Meg is van a kis karakterünk. Jó, van még. Vannak új arcok egyébként, tök jókat javítottak rajta. Még nők közül elég érdekes fejek vannak, de... Hát ezt az idősebbet választom most, az a fiatalabb volt. Sőt, ezt!
Kis szakál, minden izé. Nézd csak. Ennyi? Ennyi. Na, tök jó egyébként. Na, akkor ez így megvan. Jó, azt mondja, hogy country régió, természetesen hungarisék vagyunk, ugye? Játéknak még mindig nem sikerült egyébként semmilyen magyar feliratot beszponzorálni. Enter your first name. Oké. Okay. Jó, hát ha majd ki tudja mondani. Örülnék egyébként. Három betű. Oké. Okay. Jó. Mi kell még nekünk? Audio name. Ú, szerintetek benne van? Elég csesznyéket látok itt. G, H, J, K, na ott van. Á, gyerekek, csak Lee van, még mindig. Nincsen. Nem akarják fejleszteni. Mindegy, már megszoktuk. Úgyhogy maradunk az öreg Lee, és természetesen a 82. Így van. Mehetünk. Focus on the driver look. Okay. 2 hours later. Two thousand years later. Some kind of income stream is critical, so we need to sign a primary sponsor. Na, hát Arrows leszünk. A primary sponsor will pay a sign-in bonus to the team up front. This is vital to cover the early investment. DSP Optics adja a legtöbb pénzt. Each sponsor has a goal they want the team to achieve. Még nem lenne rossz. Na, nem lenne nekünk rossz. Nem, jó lesz. Now we've got a budget to work with. We need both performance and durability from our power units, but we also need to balance the books. Oh, basszus kulcs. A lot of other areas to invest our cash into. Renault a legolcsóbb, a Mercedes a legdrágább, viszont egész jó a durability-e. A performance-e jó, hát maradunk a Honda-nál, úgymond. Eros Honda, gyerekek. Azért az kemény lesz, nem? Na nézzük! Jó van már, majd én tudom. Na nézzük, kik vannak itt, azt mondja. Schumacher, Senna, Mansell, Villeneuve. Ó, gyerekek! Hát meghallgatásra találtak a kéréseink. Hát gyerekek, bekerült Häkkinen. Emlékeztek, hogy mondtuk? Itt van Button is, helyes. Massa. Webben. Na, Häkkinen az egy izi, az egy jó izi. Kobayashi, Aiden Jackson, Devon Butler, Maldonado, Ackermann, Kali Mayer, és akkor itt meg már, itt is van Jamie Chadwick, igen, úgy, nem tudom mit keres itt, Fittipaldi, Daruvala, igen, nem tudom ki, el se tudom ki, Caldwell, Calderon, és ennyi. Nagyon szuper. De minden gyerekek, tudjátok, hogy Buttonnel leszerződtünk, úgyhogy természetesen Buttonnel fogjuk folytatni. Pedig nagyon húz a szívem Kobayashi felé, de Button. Oké. Okay. Let's create the livery we will be running this season. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year. And don't worry, we can edit our look at any time from HQ. Jó. 2000 years later. Team balance. Source acclaim. Ugyanaz minden. Jó, tudjuk. Na. Legyen egy pre-season adversikben túl, vagy ilyen nagy kampány. Jó, legyen. Oké. Okay. Legyen egy... mekkora fókusz. 8 nap. Driver training camp. Pre-season merchandise. Nyernénk vele majdnem 2 milliót. Restour. Mennyi napunk maradt még? 3.
semmire nem elég. A fene egye meg. Na, igen. Jó, igen, ez is Andreas, de oké, okay, igen, IT departmentes. Thank you. Andrea, ez is, Andrea, Ella, igen. Ja. Nagy kampányokban vagyunk. Hú, tök jó. Kettes, kettes, hármas, kettes. Nagyon jó. Jó van, ezeket tudjuk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Red Bull, Arrows, Ferrari, Aston Martin, Merci, Alpa. Ah, tök jól állunk. Hát mit akartok? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Durability-ből van 11, Powerből 10. Kicsit az aerósokat majd meg kell lökni. Sponsor. Fastest lap in any session. Nehéz, nehéz. Ali. 75 laps during a race weekend. Hát azt annyit nem fogunk menni. 75 kör. Hát ez nagyon pici pénz. Ez James Mitad, fastest lap during a race, igen. Ez Lupo. Top 4 finish during the race. That's... Neon, mennyit ad? Qualify P4 or better. Hű. Az nagy pénz. Qualify P4 or better. Jó, megpróbáljuk, megpróbáljuk Neont, Neonékat. Jó, becserkészni. P4 or better. Score more points than the team directly of a vehicle performance comp. Mi van még itt? Mik vannak még? 3.90-ért, 15 konstruktőri pont. Ketten talán össze tudnánk annyit kaparni. Hold first position for 3 laps. Podium finish. 20 konstruktőri pont. Nem tudom, hogy fogunk menni, az a baj. Kéne ilyen fix pénzes is. Mert a 7, az 5 konstruktőri pont during race az, az jöhet. Akkor az, az fix lóvénak mondhatjuk. Complete all practice programs in a weekend. Az nagyon pici pénz. Overtake 5 different drivers during a race. Hát azzal nem lesz probléma. Jöhet az is. Jó, és akkor 25-ös szint. Contacts. Oké. Okay. Perk? Tudunk venni perket? Tudunk venni egy perket. Jó, hogy ne tudnánk venni perket. Perk az mindig. Social media team jöhet. Igen. Jaj, de majd izé szintet kell lépnünk. Jó van, nem baj, oké. Okay. Van pénz. A driver market van, oké. Okay. Figyelj, kinézzük magunknak izét, bátyánkat. Egy. Hasonló, hasonló, hasonló. Jó, berakjuk watchra. Oké. Na, ilyen lett a kocsi. Hát gyerekek, nem tudok neki mit csinálni. Elvesztettük Andretti-t, így aztán Eros néven folytatjuk. Hát ez van, de meglátjuk, hogy mire lesz majd az elég. Van pontunk, van. Próbálok még egy aerósat összeszedni. A Wing Mirror-ra mondjuk összejönne.
Bahrain előtt, talán, akkor még az állat lenne. Message, jó, sok pénzünk van, nagyon szuper, oké. Igen, még weekly. Megjött. Megjött! Gyerekek! Nagyon szuper! Na! Ó, nagyon szuper! Jó, oké, 650 kasztinra tudunk valamit aggatni, majd nem most. Jó, power, oké. Jó. Hát bízom benne, hogy nem lesz itt az ilyen nagy probléma. Jó. Én a mondó vagyok, csapassuk akkor Bahreint. Na. Just the person I want to see. I'm Andrea. I'm the head of R&D for the team. Gyerekek. Végre lebontották azt a nagy szart, amit volt előttünk. Az egy kicsit így átlátható. Na. Oké. Workstation. Messagek, oké, Andrea. Jöttek a developmentek, nagyon szuper. Természetesen nem lesz eső. Oké. Rival is. Jelen nincs rivalünk. Statisztikánk, így van, hogy állunk. Alkatrészek, jó. Hát ez minden úgy, ahogy van, ahogy szokott. Go to session, az elsőt azt nem lehet quickbe eltolni. Na. Csapassuk akkor meg! Gondolom itt sem lesz nagy felvezető, mint hogy Mighty-nál egyáltalán nem szokott még szöveg sem lenni, ez úgy látom idén sem változott semmit az égvilágon. Na, hogy ez most melyik Ferrari is volt, az nem derül ki soha, oké. Okay. There's a huge number of talented people as I look around this garage, no. And I cannot wait to see what we can all accomplish together, including you. Our journey to the Constructors' Championship starts right here. Na gyerekek, lesz egy garázs tutorial. Én nem nagyon szarakodtam ezzel, gyerekek, mármint úgy, hogy én nem szerettem. Ja, a játékba minden ilyen kis apró kis fecni izét vidgetett már. Customizáltam, mert olyan óriási, hatalmas, nagyokba volt kirakva. Én nem tudom, hogy azokat valami ilyen látáskárosult embereknek csinálták, vagy én nem tudom, de nagyon, nagyon brutál. Szerintetek van már setup? Van már szerintetek setup? Saudi Bahrain, van baszki. Az anyám. Jó, megnézzük. Ez nem olyan, mint a Mickey féle, de valami legalább van. Megnézzük, refresh, ott van. Yes. És szóval azzal elment, gyerekek, egy bő óra hossza. Hát komolyan. Mire meg kell csinálni külön a practice-nek a izéjét, meg kell csinálni a qualifiét, meg kell csinálni a részét, meg kell csinálni a time trial-ét, az elimination-ét, nem mindegy, megcsináltam mindent. Úgyhogy, és azt ugye csak Grand Prix módba tudod, hogy elhelyezel mindent, hogy mi hol legyen, úgyhogy nagyjából ugyanúgy beállítottam, mint ahogy volt tavaly. Látom ezt, hogy mindig nem lehet egyébként teljes képernyőre itt ezt rakni, ezt a dolgot. Hülkenberg már jön kifelé, nagyon jó. Itt is ugyanazok a fülek vannak, ez is ugyanaz. Igen. Ez programok, oké, és itt vannak a, ami nekünk kell. Jó, megcsináljuk először mondjuk a tire-t. Jó, úgyhogy kijövünk tire-re. Hangok jobbak szerintem. Hm.
Na. Ó, basszus kulcs. Na ez az, amiről beszéltem, hogy csak a futamnál vettem ki a izét. Ahogy hívják ott. Aj, gyerekek. És itt már nem tudom customizálni. Hát nézzem. Semmit nem lesz szerintem customizálni. A kamera áll, ahol le van izéve. Settings filter locked during session. Itt a problém, gyerekek. Itt a baszi nagy problém. On screen display. Arja? Ó, te. Mégiscsak engedi? Mégiscsak engedi? Na. Na, látjátok, itt van layout. Tehát ott van lent layout. És most részem van. És csak azt csináltam. És Qualifinél is például azt mondja, nekem erre nincs szükségem, ez nem kell, mert ezt megcsinálja a HUD. Erre sincs szükségem. És megcsinálja a HUD. Erre sincs szükségem, ezt is megcsinálja a HUD. Jó, akkor Qualifire is készen van. És akkor még ki kell kapcsolni. Ed Practice-nél, figyel el. Várjál, hol van az a szemét? Ú, gyerekek, ezeket mire mindegyiket összecsökkentettem ilyen izé, hogy ne legyen ilyen hatalmas, látjátok, ilyen 70%-ukra, meg mit tudom én. Azért az jó meló volt, tehát, ú, basszus. Százason az egész játék egy nagy, hogy hívják volt csak? Egy nagy színes kijelzés, tehát kész volt teljesen. Jó, azt mondja, hogy a Really Hot Lock Elimination. Jó, oké. Na, Confirm Change. Megvan minden, mehetünk tovább. Hogy, na most a jó. Nézzétek csak. Így azért, na. És akkor már lőhetem is befele a 23-as hudot. Így. Jó kis SimHub. A SimHub már lefrissült ugye a 23-asra. Adok neki egy restartot. Tessék, ott van mindenki. Mindig elfelejtem beleapplikálni a Honda-logót a My Teamünkbe, de majd most már megcsinálom tényleg. Sem eddig se tart. Na, itt a programot is lejjebb vettem, mert akkora kijelzésből volt basszus. Akarta a fél játékot gyakorlatilag. Hát minden szöveget, minden 65 meg 70%-osra le kellett venni a scale-t, ugye a méretezést, mert egyszerűen nem... Egyszerűen akkora, olyan hatalmas volt, hogy na, a zavaróan hatalmas volt. Ó, full TC van, gyerekek. Zárójelbe szólok. Én nem mertem megnézni, milyen médiumon. Assza, mi ez a nagy csík? Te azt nem lehet kikapcsolni. On screen display. Track data Hit a per session time already. Heat map display. Aha, ez lesz az. Heat map display.
Még ilyen baromság, bazd meg. Average tire. Szerintem meg lesz lilán a program. Ó, gyerekek, nagyon szuper. Nagyon csúcs szuper. No, visszaértünk közben a boxba. 5x5-ös lett. Hibátlan. Jó, szerintem ennek a legnagyobb örömére mehetünk is szerintem akkor a Practice 2-re. Ó, csak új XP boost minden session kijelzése, wow. Óriási szintek. Nem is mentünk rosszul. Én nem raktam fel a szoftot. Na majd az erős sorrendre kíváncsi leszek. Mit fog majd itt hozni? Practice 2. Oké, megpróbáljuk a race strategy-t megcsinálni. Don't push the car just yet. Track is still green. Try to take it easy for the first couple of laps. Nehezen állt meg.
Hát azért még mindig a dolgozik rendesen a TC, hogy ne kelljen kiszedni alólam a futóművön. Na nézzük, hogy alakulnak a delták. Olyan rossz az autó egyensúlya. Ezen a setupon még lehetne egy picit finomítani. Van egy olyan érzésem, hogy meg lesz a race strategy ezen részen. Jó, rámegyünk az 50 pontra.
Megvan. Megvan vastagon. Nagyon jó. Oké, menjünk vissza a boxba, aztán lássuk akkor, mi következik. Oké. Ez is 5x5-ös. A fuel management maradt. Jó, azt viszont nem akarom megcsinálni. Hanem szépen szeretnék visszavonulni, ha lehet ilyet. Miért ne lehetne? Jönnek az XP-k. Nem vagyunk messze. Button 14. Jó, de csak médiummal ment. Jó, oké. Okay. Szeretnék quick practice-en csinálni ezt. Tudom, hogy kell. Elvileg ezeknek szépen sikerülnie kéne. És meg is vagyunk. 5-5-5. Kész. Vannak a boostok. Ó, rengeteg pont. Jön a számolás. Óriási tartalékaink lesznek. Turbo. Á, nagy csomó mindenre kaptunk most. Resourced. Na. Message. Jó. Induljon a kvalifikáció. Felvezető szöveg nincs. Semmi nincs, ugyanúgy, mint eddig. Most ezt belerakták a monitort a kocsiba. Oké. Okay. Jó. Jó, soft fenn van. Nézem, mennyi benzinünk van. 5-5. Jó. Menjünk. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Üzemanyagot még mindig nem lehet állítani. Felvezető körön nem fogy a ers. Hiába van hotlapon, de... Oké. Okay. Nem veszem le. Ez az a rizéte, mondom, le kell venni. Nem kell levenni, így látom akkor.
Na gyerünk! Azt 32, 732, jó. Na, jobban tudunk menni. Button jót ment, oké. Ott vagyunk. Látom, még vannak kisebb glitchek a hudon. Ja, adok neki egy rezetet. Ja, ez még ugye a 22. Ú, és nézd meg, megvár, gyerekek. Látjátok, ugyanaz. Most talán elment mellettem, levezetőkör van. Nem. Nincs változás, semmi. Nézzétek meg, ugyanaz. Össze tudod szedni a mezőnyt. Senki nem megy el melletted. Nézd meg. Ezt külső kamerából nézzük már meg. Figyelj. Oda néz. De jól néz ki a kocsink. Nézd meg! A követő tábor. Oda néz! Oda néz! Itt a halálos iram 8-ban, amikor, amikor a parkolóházi autót ráküdték izékre. A fekete limuzinra. Csont ugyanaz, nézzük, és nem előznek meg, nem előznek meg, oda nézzük, nem előz meg, nem előz meg, senki. C-bug. D-bug. Jaj, senki nem mer megelőzni, mintha büntetés kapna érte kb. Oda nézz, nézd mi van itt. Nézd mi van itt, oda néz. Ez igen. A 33 000 forintos mauka. Tessék, itt van. Oda nézzetek. Az egész, egész tetves mezőny. Senki nem mer, nem mer elmenni. Oda néz. Nézd meg mi van itt. Ez igen, gyerekek. Csuda. A csuda gamma. Oda néz, verekedés a box előtt. Na kérve hamarabb típusú történet. Ó, gyerekek. Azt a kurva. Az szép volt. Gratulálok. Gyerekek.
Kezdődik. Jó. Első szabály. Ne menj soha levezetőkört. Ha mész, nyomjad, mint a pokol. Hagyj kopjon minden. Jó? Ezt most megtanultuk így elsőre, jó? Soha nem egy levezető kört. Arra való az escape gomb, meg a return to garázs. Tudod? A levezető kört mész, az nem jó. Mert az realisztikus lenne. Lenne. Hangsúlyozom. De? Akkor tudsz generálni egy 20 fős ilyen traffic jammet, egy ilyen óriási nagy blokádot gyakorlatilag. Na hát, valami nem változik, na. Mondjuk nem, mert a régiekben azért nagy nehezen, kisírva, kikínlódva, megállva, de elment. Itt most nem. Nem. Na. Jó van. Jó az. Most nagy boldogan mindegyik nézettség, oda néz, milyen gombóc háború van. Egyetlen normális, aki kör tud majd menni, az Hamilton, Verstappen, meg Cunoda lesz. Hát nem baj, jó van az nekünk. Na, pergessük. Egyelőre jók vagyunk. Championship standard autónkkal. És bátran is a 7. helyen van, úgyhogy mindenféleképpen megsüvegelendő teljesítmény. Szerintem nem is lesz itt probléma. Mármint nem fog kiesni itt Q1-be. Oké. Okay. Jó. Szöveg nincs, minek? Na, Nyck de Vries, Sargent, Hülkenberg, Magnussen, Piastri és Cunoda, akik kiestek. Elbúcsúztak a Q1-ben. Hogy jöjjön a Q2. Jó. Picit várunk most. Ezek után meg főleg. Hadd legyen már az AI-nak is normális köre. Akkor jövünk a Q2-re. Urat egyelőre csak itt tudok mutatni, tehát nem fogom tudni, hogy ki mennyivel van előrébb, vagy hátrébb, vagy valami, mert az még nincs kész, nincs még update-elve, de már legalább így is látszódik. Ugye csak az elsőt, akkor idejét tudja kiírni, de nekünk ez így is jó lesz. Ez a torony a lényeg úgyis. No! De durva lett volna, ha már a készítő egyébként meg tudja csinálni. Ugye Perez neve ilyen P0-ra van írva, de... De semmi nagyon érdekes. Jó lesz ez így. Na lássuk! Meg vissza tud tölteni erre a... Várja! Tudjátok a...
Nem. Kivették azt a csalást. Emlékeztek, hogy feltöltöttük a kocsit milyen hamar? A üres berakással. Na mekkora volt az? Kicsit széles volt. Ez egy 325. Oké. Hát egyelőre nagyon jól muzsikálunk, nem tudom az AI majd... Hát az AI szinten majd csak állítani kell egy kicsit. Gyerekek, nincs mese. Aston is ott van a negyedik helyen. Box this lap. Say that again, we're having trouble receiving you. Box this lap. Right, let's have you in at the end of this lap, please. Működik a rádió. Új parancsok vannak-e benne? Understood, copy that. Nincs, ugyanazok vannak. Gyorsan átszaladtam rajta. Szemmel. Just behind us are Verstappen, Leclerc and Button. The fastest lap at this point in time is a 1:31.3. We don't currently have the data for that request. Get to bets. És hólyagosodás van a gumin. Hogy ezek már gumi darabkák, ugye nem volt azért gyerek a többi években. A szedett össze egy kis smötyit a gumi. Na. Némi grafikai elemjavulás. Picit azért remélem csúszósá is tudja tenni egyébként ezt a történetet. Egy perc van még hátra. Na nézzük, mik lett ezek az eredmények. 2. Ó, nem kell azon az AI-n bántani semmit. Ez igen. Jó. Elszemben van, Q3. Helyes. Juan Yu Gasly, Bottas és... Stroll, illetve Albon Ocon esett ki.
Jó. Na. Várok egy picit. Én is csak a legvégén jövök ki. Így, né? Tire. U3-as gumi. Tete. 3. Jó. Go to track. All set. We're ready to go. So let's get the car out onto the track. Gyerünk, gyerünk. Ez a sok smötyi. Lejövök az ideális ívről. Ó, gyerekek, oda néz. Összeszedni a gumit. Na! Jó napot kívánok, hogy erre sikerült rájönnünk. Ennyi év után újra. Nagyon jó. Na gyerünk! Ajaj, valami történt. Nem, gyors körön nem tartanak fel. Hát azért, hogy a smütyire rá kellett mennem. Azért nem volt jó tapadás egyből. Jobb lett volna lejön az ideális hívről. Ah, Fernando. Na, ez egy úri ember, gyerekek, ennyi. Köszi, George! Hát... de szedi a szvetyit! Gyors körükön azért csak elmennek mellettünk, azért az nem rosszabb vele. De levezető nem mernek megelőzni. Okay, someone's just posted a faster time. That drops you down to the fourth row, P7. Button előtt. Igen, lejár az idő.
Még akkor... Button! Úristen, mit ment Button! Gyerekek! Russell! De hát Button! Na papa! Jó van, megérte azt a sok pénzt! Nagyon jó! Button! Leclerc is bement, igaz, ott van a harmadik helyen eddig. Na kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy a többiek is még ha beérnek. Mi lesz, nekünk annyira nem sikerült jól. Egyébként nem lehet okunk panaszra. Hiszen azért a 22-es évben vagy gyengélkedtünk. Igaz, az Andretti az kivonult. Itt hagyott minket teljesen gyakorlatilag csupasz seggel. Így aztán tényleg egyedül kell boldogulnunk. Na! Nagyon szép, negyedik hely. Russell, Leclerc, Button ott van a De Rosa. Hamilton, Sainz, Perez. Én, ők Alonso előtt, 3000-del, Norris. Szép. Nem látok semmilyen csíkot megmozdulni egyébként. A hangokat hallottam, de csíkmozgást semmit nem láttam ebből. Oké. Okay. Legyen így! Na. Re-race. Oké. Okay. Egy gyerekek, 29 kör. Én azt mondom, csapassuk akkor. Na, hát jó napot kívánunk. Megkezdjük akkor 2023-as MyTeam karrierünk első futamát. 26 fok van, pálya 5,4 km, 15 kanyarból áll, 3 DRS zónából, ahogy eddig is. Na és akkor a rajtsorrend. Verstappen és Russell indul az első sorból. Leclerc, Button, Hamilton, Sainz, Perez, én, Alonso, Norris, Joe, Gasly, Bottas, Stroll, Albon, Ocon, Tsunoda, Piastri, és Hülkenberg, Sargent, illetve még Magnussen és De Vries. De már penáltival kezdik el a torit. Na! Underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Na, stratégia. Stratégiai megbeszélés. A rajtrácson még mindig. Hát gyerekek. Medium hard. Vagy soft, medium, medium. Hát, az a vicc, megeditálom. Azt mondom, hogy eljövök 13 kört ezzel, én egy kis snittelem, és mondjuk megyek így, ezt is meg lehet csinálni. Hozzasztóan elfog. Tehát nem tudom.
Jó, én azt mondom egyébként, hogy menjünk el médiummal, ameddig meg el tudunk. Aztán meglátjuk, hogy hardot rakunk fel, vagy softot. Jó, mert nem lesz olyan nagy különbség. Úgyhogy ezt választom egyelőre, meglátjuk, hogy lesz. Na nézzük! És elindulunk akkor a Formation Lap-re. C1, C2, C3-as gumik vannak itt. Hárman indulnak softtal. Roll Albon, Sargent. Ezek a Pirelli-nek a jóslásai. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hogy lesz. Látunk a rajtrácsra. 29 kör. Gyerünk. 8. helyről. Na nézzük! Nyomjuk. Sainz levédekezi. Oké, elfértünk. Ott a hely. Látom a két nyilat. Oké. Ötödik. De jó rajt volt. Vagyunk Button mögött. Átugrottuk Hamiltont is. Jajajaj. Dolgozik a TC. Az első körön. Kicsit túl kormányzott az autó az első kanyarban. Button alatt is ingadozik. Egy, de jó szerződés volt. Jenson Button. Nem bántuk meg. Veled azért sok pontot még tudunk hozni. Nem lesz itt gond. Ettől a körtől lesz DRS.
take Button 4, it's time to utilize some of this energy. Come on. Button nagy durcáson, de elengedett. Azért. Látom a leggyorsabb kör. Kiírás sem jó még a... Tudom. Mindenki az. Nem baj gyerekek, ez majd mind. A készítő. Aki a Simhubon keresztül csinálja. Ezt a telemetriás dolgot. Szépen. Meg fogja nekünk ezt csinálni. Az első nap nem is gondoltam, hogy itt az első pár óra hossz alatt ez meg lesz. De én ahogy ismerem, szerintem hétvégére, akár hétvégére, akár hétfőre, vagy nem tudom, ez a dolog ez már javítva lesz, úgyhogy nem lesz ezzel gond. Így is örülök, hogy legalább ennyire tudom használni. Nem azt a gyári fost kell nézni, hogy kettő előtted, kettő mögötted. Na, azzal abszolút nem vagyok beljebb. Leclerc nagyon közel van most már Verstappenhez. Jól rajta maradunk. Na, megvan, Leclerc. Meg. Lehet Button is elkapja.
Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 1.8 seconds. Jajajajajajaj, nagyon széles volt. Engednem kellett volna Jensent, hogy menjen. Rálök lelkre. Már most visszafogom. Hogy áll a gumi? Hát ugye kopik. Érzem, hogy nem az igazi. Kicsit lemaradtunk. Hamilton is elment. Íj. Az nem tett jót az első szájnak. Valamint a gumi most kezdte volna ezt a szemcsésedés dolgot, hogy alig akar kanyarodni. De nehezen. Nagyon alul kormányzottá vált az egész autó, hihetően így a 8. körbe. Melegedett. Hát 105 fokos. Igen, túl melegedett szerintem. Abban a pillanatban érződik, hogy baj van. Szenvedek a gumival. Lassan besötétedik. A DRS-sel. Nem bírok visszatámadni. Nagyon túl melegedett a gumi. Alig bírom elkanyarodni.
Nem tudok védekezni, egyszerűen nincs tapadásom. Come on, you can win that place back. 103-104 fokos gumival ez nem fog menni. Nem bírom 100 fok alá visszavinni, visszahűteni. Nem jó a gumi. Túlmelegedett nagyon. Csúszkál. Anyád. Az egész a gumi miatt úszik el. Miről beszél ez a bolond mérni? Úgy dolgozik a TC, hogy az valami őrület. Hol lesz a bejövés? 16.-19. kör között.
másik három kör. Nagyon eszi a hátsót. Bejött. Science meg elment. Box this lap, box this lap. Hitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Felrakjuk a hardot. Na nézzük. Nincs több box kiállás. Ten is bejött, oké. Jensen is coming in for his stop now. Ahead is 1.6 seconds. 97 fokos.
Még a hard is. Már 100 fokos. Hátsó már 107. Ugye csúszkálunk. Lenszre van button. Okay, the car behind is dropping back. We're seeing a gap starting to form. Kritikus a hőmérséklet. Az a baj, hogy egyáltalán nem tudok így közeledni, se Science-ra, se senkire. Az autó képes lenne rá, csak ez a gumi. Ezt meg kell oldanunk jövő hétre, a következő futamra. Ezt a gumi túlmelegedést. Három. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Well done.
Gyerekek! Egyszerűen nem tudok közelebb kerülni Sainzhoz. Annyira elvisz a gumi. Valami történt. Róla esett vissza nagyon. Nem? Okay, gap ahead is 5.4 seconds. Aha, mi is esett. Még 9 kör. Ott Cunoda. Cunodától is elbúcsúzunk. Ha jönne egy safety, de hát bekészítettem egy softot, de hát nem hiszem, hogy jönni fog. Teammate status. Ó, nagyon messze van. Nyolc másodpercre van Sainz. Túl melegedett megint szerintem. 111 fok, 106 fok. Igen. Borzasztóan túl melegedett a gumm.
Na még 6 kör. Okay, so the gap to the car ahead, 11.5 seconds. Na jó, hogy a futamon megműködött ez a dolog. Mindegy, azért utolsó 5 körre azért csak rákapcsoltam. Vagy megnézem, hogy ki mennyire van egymástól, legalább ezt lássam. Button 5. Nagyon-nagyon büszke leszek rá, ha befejezi. Nagyon jó pontok. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Pont elég lesz az üzemanyag is, ahogy látom. Nagyon jön Gasly. Hát nem lesz sok ellenszerem ellene. Sokkal alacsonyabbra kell venni majd a guminyomást, mint amennyi volt ez. Azt mondjam, a 24,6-ra van Button.
Right, we've got enough fuel for three more laps. Ó, még a benzin is tényleg. Tire condition still looking good. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 16.7 seconds. Nem előszött meg az Alpin. Okay, this is your final lap of the race. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 19.7 seconds.
And that's the end of the race. We'll see you in part 3. Megvan. Mit csinált ez a kisgyerek? Life of the day. It was a magnificent race and a drive right out of the top draw to take the win for Red Bull today. Verstappen sima győzelem. Gondoltam. I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody. George Russell lett a harmadik. Hát elkezdődött, gyerekek. Gyönyörűen. 23-as bajnokság. Hát még ennek a 9. helynek is örülök. Amilyen szinten a gumihőmérséklet brutális lett, és ahogy kezelhetetlenné vált az autó egyre jobban. Komolyan mondom, örülök neki. And now let's take a look at the driver's standings. Max Verstappen now leads the driver's championship. So, Anthony Davidson. 40 másodperc. Is your driver of the day. Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver. Szép Edmund Button. It's time to check out. Úgyhogy le a kalappal. Nagyon örülök neki. Standings. And with that we wrap up another weekend of motorsport action. But with more zene, hogy elhallgatod. Be sure to join us when we come back with more Formula One. Itt a driver standings. Button elvitte a leggyorsabb kört, hál' Istennek. Pedig a konstruktőri. Nagyon szép. Button megmentette a napot. Oké. Na nézzünk egy highlights-ot. Mi történt? Azt mondom, az elején még nagyon nem is volt semmi. Szépen el sikerült jönni. Nagyjából. Szépen Buttonnel karöltve. Mondom tényleg, az első pár körbe le a kalappal nem volt semmi problémánk. Jó volt a tempó, lehetett jókat előzni. Még egy pillanatra, míg Verstappenre is egyébként veszélyesek voltunk itt a utam első felében. De aztán jött a túlmelegedés, és ez teljesen szétcseszte az egész futamot. Még Leclerc-et is megelőztük. És aztán jött egy nagy visszaesés. Hogy a gumik elkezdtek porni gyakorlatilag, tényleg szó szerint. Hetedik kör. Már volt probléma. Itt igen, itt a hetedik, nyolcadik körbe kezdett el kritikussá válni egyébként a gumihőmérséklet, és itt már olyan szinten elszálltak a dolgok. Itt már brutális volt. És itt megrepett az orra az autónak, ott a gumi bóját, hogy elvittük. És hát elmentek Perez, elment Alonso, elment Sainz. Mostól fogva nem nagyon nem volt mit tenni.
meg már a befutó. Hát azon híresztelések ellenére, hogy nem csak minket mutat, hanem más eseményt is a futamon, az így megdőlni látszik, ugyanis nem mutat semmit. Jó, pénzügyileg hogy állunk? 1,31 milliárd kaptunk azért. Nem volt damage. 13 egész. Nagyon jó. Jó, Buttonnel nagyon jól jártunk, eddig úgy néz ki. Nagyon örülök neki. Ez ha így tudja tartani, nem lesz semmi probléma. Na nézzük, azt mondja, sell the land or preserve work-life balance. Megőrizzük a balanszot. Jó, az arrósok örülhetnek, oké. Igen, az mehet így, nyugodtan. Egy naposunk nincs semmi, akkor hát azt lehet csak kiszedem onnan. Nem a sponsor event, hanem helyette lesz egy. Aerodin? Négy naposunk van, igen. Awareness Focus, hogy nem marad izére. Jó, hát akkor egy... Second Driver PR Filming. Jó van az. Legyen úgy. Jó, 3000 pont. Az aerósokat meg kéne fejleszteni. 9,5 milliós csomaggal. Hát egyelőre nem kell. Jól áll, ez is jól áll. Nagyobb szimulátor nem lenne rosszabb egyébként. 14 millió. Ment. Motorosok. Még a durabilitisek. Marketing osztályunk az már most szépen azért úgy beállt. Jó. Egyelőre nem hiszem, hogy nekünk itt nagyon pattogni kéne. Sok kinyílt. Sidepod profil 1300 pontért. Ó. Nyugodtan megjöhet a izé után. És egy nagy hátsó száj vagyok. A kasznira kéne. Plank. Jó, 8 napos motor. Ezek nem futja. Viszont... Ezeket a kicsiket el lehetne inni, de nem kell. Motorba elsők vagyunk, jó van. Roll dumpers. Hadd legyen egy roll dumpers. Hát ha az is megjönne. Na nézzük. Igen. Ott a fókusz. Weekly. Hát ott vannak gondok. Na, gyerekek, úgy néz ki, túl vagyunk akkor az első futamon, nagyon szuper minden. Tanultam akkor ebből a guminyomás problémából, de hát még nincsenek kiforrott jó setupjaink első nap pár órájában, hogy is kívánhatnánk ilyet. Úgyhogy, ja, remélem Szaúd-Arábiára már még jobbak tudunk majd lenni, bízom benne. Úgyhogy szépen majd folytatjuk ezt is. Természetesen jönni fog majd a Breaking Point 2 sztori végigjátszás is közben. Úgyhogy el leszünk látva F1-es tartalommal is. Szépen most már
Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, végignéztétek, nyomjatok nyugodtan egy lájkot, és legközelebb szerintem már live-ba fog menni a MyTeam is. Meglátjuk majd. Nyugodalmasat mindenkinek. Szép hétvégét, sziasztok, hello, hello. Ha tetszett a videó, csapj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradjál le a többi tartalomból sem. Hey!